Én a zenezőreiben nem láttam ilyen touchokat, és nem is láttam semmi olyan dolgot, ami millióba kerülne, hanem azokat a dolgokat láttam, amik ott vannak körülöttünk, és amikor bemegy a gyerek az iskolába, olyat kap az iskolában, amit otthon nem kap meg. És végre az iskola olyan hely lehet, ahol egészen más történik, mert a következő epizódot az előbevédik otthon a tévébe, hanem az Anikó néni, Ircsi néni, Hati néni ott vetíti 3D-ben, Ultra Dolby Surround-ban, nem is tudom, hogy ezt hogy hívják, amikor térről jön a hang, ott vetítik a teremben. És ha én nem vagyok ott, mert éppen megbetegedtem, akkor én eléggé lemaradtam erről a buliról. Mert nem lehet megcsinálni, hogy leállítom és visszatekerem. Meg nem lehet fölvenni DVD-re. És azt sem lehet fölvenni, hogy együtt doboltunk. És azt sem lehet fölvenni, hogy együtt ordítottam a társaimmal. Ezeket nem lehet fölvenni, ezeket nem lehet rögzíteni, ezek csak az iskolában vannak, és elmennek. Autón is, meg siúhúba is, elmennek bizony az iskolában, mert tudják, hogy azokat a dolgokat, amiket az iskolában meg lehet élni, azt nem lehet megélni máshogy. Van egy arab matematikus, és ő azt mondta, hogy adjatok nekem egy sátrat, és ott tanítani fogok. És én kicsit itt módosítom ezt a mondását ennek az arab matematikusnak, adjatok nekem egy sátrat, és ott mi iskolát fogunk csinálni. Hát persze az araboknál könnyebb, mert ott nincs annyira ideg. Nálunk ilyenkor mondjuk télen egy sátorban elég nehéz iskolát csinálni, de én abban látom az zenezőre egy hatalmas erejét, hogy azt egy sátorban is meg tudjuk csinálni, a táborban is meg tudjuk csinálni, a tábortűznél. Meg tudjuk csinálni, amikor elmegyünk kirándulni, és úgy tudunk tanítani, hogy nem kell hozzá eszköz, és úgy tudunk iskolát csinálni, hogy a gyerek el akar jönni az iskolába, és úgy tudunk környezetet teremteni, hogy otthon arról még álmodni sem lehet, teljesen mindegy, hogy milyen szociális környezetből, vagy milyen gazdag házból származik a gyerek, nem fogja megtapasztalni otthon a Dolby Surround-ban azt, amit itt megtapasztalhat az iskolában. Készült egy kutatás, pontosan a Szókincsháló stábján keresztül 100 tankönyvet szkeneltek be, és nézték meg a ebben lévő szókincset, hogy mekkora szókincs. Hát 50-60 ezer között van, az a különböző szó, tehát itt a ragozott alakokról nem beszélünk, ami az általános iskolai tananyagban van, ez 50-60 ezer különböző szó. Akik kicsit jártasak ebben a dologban, azt tudják, hogy 50-60 ezer szókincse a teremben ülőknek összesen talán van, de úgy általában nincs az embereknek. Belevesszük ebbe még a kötelező olvasmányokat is, úgy általában azt tapasztaltuk, hogy egyik évről a másikra, hogy 7-8 ezer új szót kellene elsajátítani egy tanulónak ahhoz, hogy maradéktalanul megértsen mindent, ami a könyvekben van. Amikor olvasok egy szöveget, és egyetlen egy ismeretlen szó van abban a szövegben, onnantól kezdve már fehér lap kialakul az agyamban, és nem tudok figyelni, biztos sokkal elfordult már, hogy olvastak egy szöveget, és hirtelen kizuhantak a szövegből, ott biztos, hogy volt egy ismeretlen szó. Nem nagyon tanítjuk meg a gyerekeket arra, hogy figyeljenek az ismeretlen szavakra. Mindig mondjuk nekik, hogy szóljatok, ha valamit nem értetek, de hogy ezt hogyan kell vadászni, azt nem. És gyakorlatilag ezt szeretnénk, hogy a gyerekek tudják vadászni ezeket az ismeretlen szavakat, és hogy az egri csillagok ne legyen nekik teljesen arab, mert most az. Ha felolvasnék az egri csillagokból most egy oldalt, amit nem teszek meg, akkor megdöbbennének, hogy mennyire érthetetlen az egy 6. osztályos tanuló számára. Az értő olvasást tehát sokszor vágyálom, és a motiváció egyre kevesebb. Az a motiváció, amit a zenezőrej ad, ez a motiváció az, amit kellene kapniuk a gyerekeknek nem csak első osztályban, hanem a későbbiekben is. És most egy nagyon-nagyon súlyos veszélyhelyzetet szeretnék itt elmondani az egybegyűlteknek. Második osztálytól 12. osztályig a gyerekek ezt fogják követelni, mert ők már élvezték az iskolát. És akkor másodikban is élvezni akarja, és nem tudom, vannak egy középiskolából, 9-ben is majd élvezni akarja az iskolát, és ott is magával ragadó dolgokat akar csinálni, és ott is, bár ő már nagy gimnazista, és sokáig tud figyelni, és csöndben ülni, és játszani a pad alatt, illetve hallgatni az MP3 lejátszóját, de ő is részt szeretne venni a buliban, és ki fogja követelni magának
bizony kőkeményen úgy, hogy nála lesznek a táskájában a rohadt gyümölcsök. És ha mi nem tudjuk produkálni másodiktól 12-ig azt az elvet, amin ez a módszer nyugszik, akkor nekünk valóban Dolby szörnyátokat és interaktív táblákat kell építenünk, és valóban nem lesznek elég, nem lesz majd elég egy sátor a tanításhoz. Ezért minden jelenlévőnek mondom, számomra olyan sok ismerős arc nincs, persze a saját kollégáimat felismerem és néhány emléket. De mindenkinek mondom, aki akár hanyadik osztályban, akármilyen tantárgyat tanít, hogy Vau Valinak, Kakaslovagnak és a többieknek valamilyen módon át kell majd kúsznia izgalmas akcióhősökké, akik majd ugyanúgy sajátítják el a környezetismeretet, a természetismeretet, a történelmet is, hogy az izgalmas legyen mindenki számára. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon sok kreativitást, sok erőt és sok olyan pedagógust, aki majd megalkotja ezeket az anyagokat is. Köszönöm, hogy meghallgattam.